ártatlan, kétes eredetű szemetet fogják a magyar lakosságra zúdítani, ez véleményünk szerint megengedhetetlen. Azon sem tudunk túllépni, bár már sajnos meg kellett, hogy szokjuk, hogy a törvényről, törvényjavaslatról nem folyt előzetes szakmai egyeztetés, előkészítésével kapcsolatos hatástanulmányok nem kerültek elénk az asztalra, tehát igazából Bianco csekk aláírására kérnek minket, mint már sokadszor, ezt minden alkalommal el fogjuk mondani, egy tarthatatlan viselkedés mintának tartjuk, de értjük a sietség hátsó mozgató rugóit. Jelen esetben még az a filozófia, ami a törvényjavaslat mögött áll, indokolható is volna, az eszközrendszer kiválasztását tartjuk nagyon rossznak. Ugyanígy nagyon rossznak tartjuk azt is, hogy ezen előterjesztés nem nyúl, ahogy a hamburgerhez, úgy a cukrászdákhoz sem. Tehát a közvetlen értékesítés bizonyos területeit úgy hagyja, ahogy van. Tehát nagyon sok esetben tisztelet a kivételnek és a tisztességes kereskedőknek, gyártóknak, de nagyon sok esetben megint csak bizonytalan eredetű élelmiszeripari szemetet hagy a magyar lakosságra zúdulni. Ezen pedig változtathatna saláta szinten még egy szál beépítésével. Erre ugyanakkor nem látunk biztosítékot és garanciát. 20 milliárd forint bevételről beszélünk éves szinten várhatóan, majd 2012 után, vagy mondjuk 2013-tól. Viszont az is látható, mint már kifejtettük, ez akár költségvetési mínuszba is átcsaphat, hiszen az elmaradt adóbefizetések, az elmaradt és meg nem vásárolt termékek a megszűnő munkahelyek miatt itt jóval nagyobb költségek is felmerülhetnek, mint amekkora egyébként az a hozadék, ami hosszú távon mindenképp fellelhető, hiszen nem lehet pénzben mérni azt, hogy magyar emberek egészségét óvjuk meg, adott esetben a Magyarországot sújtó népesedési reprodukciós katasztrófa elhárításához is hozzájárulva ezzel. Ugyanakkor rövid távon látható az, hogy itt bizony súlyos kiadási tételek jelennek meg. Egyáltalán nem szavatolható sem a 20 milliárdos bevétel, sem pedig az, hogy ebből bármi fog jutni akár egészségügyre, akár az egészséges magyar termékek propagálására, akár a zöldség-gyümölcs szektornak az olyan szintű felhozatalára, ami valóban a fogyasztás erősödéséhez vezet, hiszen látható, hogy egy ilyen idézőjeles uborka pániknak nevezett dologra a kormányzathoz kapcsolódó szervek még úgysem voltak képesek időben és megfelelően reagálni, hogy a kormányzat nagyon jól felkészült, szakmailag kiválóan megtámogatott vezetői, tényezői, tisztában voltak a problémákkal, ők maguk mondták el, hogy mit kellett volna csinálni, csak aztán a GVH nem kezdte el azt vizsgálni, hogy a 400 forintos termékből hogy lett 125 forintos. A minisztériumnak a laborai nem találtak véletlenül határérték fölötti értékeket, a külföldről ide zúdított szemétben pedig találhattak volna, és egyáltalán a multikat sem hívták el egy kis elbeszélgetésre arról, hogy mit lehet Magyarország piacára hozni, és mit nem. Tehát látható, hogy meg lenne az eszközrendszer, megvan a szakmai felkészültség, vagy a bátorság hiányzik, vagy pedig a külföld és a multinacionális érdekek nem engedik, hogy meglépjék ezeket a nagyon fontos lépéseket. Az adó mértékének kialakítása során is láthatjuk azt, hogy az olcsóbb termékek ára akár 10% feletti mértékben is drágulhat, tehát a kispénzű emberekre rótt terhelés arányaiban nagyobbnak tűnik, míg az úgynevezett prémium termékek esetében akár csak 5%-os drágulást érhet el ugyanez a szint. Tehát látható az, hogy megint csak az alacsonyabb jövedelműeket érinti súlyosabban ez a tehertétel, ami elfogadhatatlan. Hogy beszéljünk a megoldásokról is. Nem merül fel, még említés szintjén sem az, hogy hogy lehetne a fogyasztói kultúrát olyan szintre vinni Magyarországon, hogy ne is legyen szükség akár chips, akár hamburger, akár másmilyen jellegű adókra. Hol van egy saját magyar konyhahálózat például a kokáért? Nem egy Laci konyhára gondolunk, hanem a klasszikus magyar értékeknek megfelelő, egészséges alapanyagokból elkészített termékeket propagáló hálózat. Hol van a helyi piacok rendszere, amire a koncepció elkészült, kidolgozták, benyújtották, láthatóan mégsem működik még jelen pillanatban. És ami a legfontosabb, hogyha nem a költségvetési számokról beszélnénk, és nem arról, hogy mennyit kell behozni a költségvetésbe, egyszerű rendelkezés kérdése lenne, például a kokáért az általános iskolai vagy középiskolai büfékből kitiltani a szemetet, kitakarítani a magyar piacot, a szénsavas mocskot és a túlfeldolgozott termékeket, melyek betegségeket okoznak már gyermekkorban, kitakarítani, kivágni a magyar piacról, korlátozni a forgalmazóikat egy olyan szintre, hogy ne lehessen minősített terrorizmust végrehajtani a magyar tizenévesek egészségi állapotával szemben, hiszen az is látható, hogy kialakult az az idézőjeles McDonald's kultúra, mely már a tizenéveseket is arra kényszeríti, arra biztatja, hogy csak ezeket a termékeket fogyasszák,
fogadják magukba. Ennek minden következményével aztán persze ott fogunk állni majd 20-30-40 évvel később, amikor az egészségügyi kassa ezen kiadási tételeket nem lesz képes viselni. Emellett adódik ugye egy összeomló vagy összeomlás szélén álló nyugdíjkassa, és emellett ismeretes egy népesedési katasztrófa, tehát ezért kell a népegészségügyi helyzetet is egy olyan szintre feljavítani, hogy egyáltalán kezelhető legyen ez a problémakör. Az áthárítás tekintetében biztosítékokat kellene beépíteni ebbe a rendszerbe, ebbe az előterjesztésbe is, ahogy a mobil szolgáltatók érdekes módon egy 10 éves szünet után most emelni tudtak és áthárítani a teljes ágazati különadót, ahogy a bankokra és pénzintézetekre kivetett különadót már a tavalyi évben áthárították, úgy ez a veszély sajnálatos módon itt is fennáll, és nem látható az az esély, hogy a magyar termelők ugyanolyan esélyekkel tudjanak külföldi piacokra termelni, mint a multinacionális intézmények. A jelenleg előttünk fekvő javaslat lényege az, hogy az első magyarországi értékesítés során keletkezzen adófizetési kötelezettség, a többi alkalommal pedig nem. Egy egyszerű folyamat ábrával megvilágítva, ez annyit jelent, hogy a Coca-Cola Company legyártja Dunaharasztiban azt a kólát, amit elad a nagykereknek, ezek a nagykerek jellemzően és ragadvány névvel illetve a Tusco, a Lidli és a McDonald's, melyek ezután már nem fizetnek adót, hiszen az első állapotban ez már megtörtént, tehát pontosan azokat nem terheljük, akiknek az az idézőjeles kultúra köszönhető, amelyből levezethető a teljes egészségkárosító iparágnak a létrejötte és fennmaradása is. Látható, hogy Magyarországon az utóbbi 21 évben a közegváltozása is rábírta a polgárokat arra, hogy ezen idézőjeles meki kultúra felé forduljanak, a kisebb ellenállás felé, hiszen eltűnt előlük az az egészséges magyar rendszer, ami alapján még egy tervezhető, normális mindennapi életvitel vált lehetővé, a piacra járás, mint olyan végül is megszűnt. Az is látható, hogy ahogy az iskolai büfék rendszeréhez nem sikerült hozzányúlni, a helyi piacok rendszere nem épült ki, sajnálatos módon ez az egy év kevés volt, egyébként részben érthető módon kevés volt a rendszer teljes átalakításához. Ugyanakkor, ha a következő egy évben nem történnek meg a rendszer alapjainak szabályváltozásai, akkor az azt követő két évben ez már nem is várható, hiszen lényegében egy kormányzati ciklus második fele már kampányszerű elemekkel telik, minden bizonnyal nem egy olyan, amúgy nem túl nagy népszerűségnek örvendő kampánya, mint amilyet egy chips vagy egy hamburger adó jelenthet, tehát ha lépni akarnak, akkor most kell lépni. Az is látható, hogy az nem lehet választható út, hogy egy ilyen adóterhelési forma bevezetése után ömlesztve hozhassanak be idegenből Magyarországra olyan alapanyagokat, amiből fekete vagy szürke gazdaságban folyik termelés. Ennek az elkerülésével kapcsolatban sem láthattunk, hallhattunk ötleteket. Látható, hogy ezekre is szükség lenne, ahogy módosító javaslatok tömkelegére is, ezeket beadjuk, megteszünk mindent, ami tőlünk telik. Ugyanakkor el kell, hogy mondjuk azt, hogy a kétségeink erőteljesek, hiszen a korábbiakban sem történt hasonló adóformák esetében áthárítást megakadályozó tényező. Hosszú távú perspektíva és vízió retorikailag szavakban felmerül. Most is udvariasan önök végighallgatnak minket, néha összemosolyognak ezen természetszerűleg. Értékeljük ezt az udvariasságot, de sokkal jobban értékelnénk azt, hogyha valódi cselekvés következne be, hogyha nem mondhatnánk el azt, hogy az USA 33 tagállama és néhány európai ország után mi is beálltunk abba a sorba, amely valami fajta hamburgeradót, valami fajta különadót kivetett, ennek a sorsával nem törődve, hiszen megvannak nekünk azok a normálisan működő megfigyelőrendszer, monitoringrendszer emlékeztető elemek, ismerjük azokat a termelőket is, akik felelősek a Magyarországon kialakult káoszért, és tudjuk azt is, hogy melyik piaci szegmenshez kéne nyúlni abban az esetben, hogyha meg akarnánk szüntetni ezt a problémát, vagy legalábbis a nyerészkedőket, élősködőket kitakarítani a magyar piacról. Az uborka pánik egyébként egy kiváló példa volt erre, láttuk, hogy hol az ellenség. Azt is láttuk, hogy honnan jön, azt is láthattuk, hogy milyen eszközökkel kell megfogni, mégsem történt semmi, annyi történt, hogy megint egy csomó magyar gazda tönkre ment. Őnekik elkülönítettek egy minimális alapot, amiből látszólag kompenzálják őket, a valóságban nem, és az is látható, hogy a következményeket megint nem viseli senki. Jelen esetben ezen előterjesztés is arról szól, hogy a következményeket, az utóbbi elhibázott 21 év következményeit viseljék a vásárlók, viseljék a fogyasztók, és ez az, ami véleményünk szerint elfogadhatatlan, egyszer végre nevezzük meg a valódi felelősöket. A valódi felelősök azok, akik ránk engedték a globális futószalagot, nem törődve a következményekkel, és ha egy kormány valóban forradalmi, és valóban nemzetinek érzi magát, akkor egy irányba indul
indulhat el, lekapcsolódhat a globális futószalagról, amennyire csak lehet és amennyire észszerű, és találjon végre saját utat. Ez az egyetlen kérésünk, de követelésünk is önök felé. Köszönöm, hogy meghallgattak. Két perces szót kért Ágyán József képviselő úr. Egyetlen egy momentumot, most nem Horváth Zsolt, hanem ha szabad, még egyszer, miután a közgazdaság területén képviselő úr jártas, tehát pontosan tudja, miről beszélünk. Az úgynevezett extern vagy társadalmi költségek internalizálása az éppen azt jelenti, hogy váljon gazdaságtalanná az a tevékenység, amely vagy az egészséget rombolja, vagy a környezetet rombolja, vagyis ezeket a közös terheket rátesszük a termékre. Emelkedik a termékára, és gazdaságtalan lesz a termék. Tehát így ez pontosan azt jelenti, hogy át kell, hogy hárítsuk az árakon keresztül a fogyasztóra, hogy ne azt fogyasztja. Kell persze, és ezzel egyetértünk, cseretermék, meg kell építeni a saját piacunkat, de önmagában az a probléma, hogy áthárítja a fogyasztó, ez ebben az értelemben nem probléma. Hát épp ezt akarjuk elérni, hogy ezek a tevékenységek váljanak gazdaságtalanná. Tényleg, miután e körül mozgott képviselő úrnak a gondolat sora, amit hosszan fejtegetett, muszáj ezt még egyszer nagyon határozottan rögzíteni, hogy ez nem baj, hát ezt célozza az internalizálás. A társadalmi költségeket át kell hárítani, hogy a termék maga váljon gazdaságtalanná a piacon. A verseny előnyét, vagy a versenyhelyzetét rontjuk a jó termékhez képest. Mesterségesen rontjuk, természetesen rontjuk. Ezt akarjuk. Azt szeretnénk, hogy ne ezt fogyasszák. És az a cég, ami ilyesmit állít elő, az szoruljon ki a piacról. Ez maga a lényege az intézkedésnek. Bocsánat, hogy ilyen késői órán még egyszer erre a kérdésre visszatértem, de azt hiszem, hogy ebbe egyet kell értsünk. Hát akik arról beszélünk, hogy a társadalmi költségeket rá kell terhelni a termékekre, és így kell a piaci versenyhelyzetüket rosszabbá tenni, ha szabad mondani, hát annak ez a következménye. Most el kell dönteni, hogy akarunk-e ilyesmit, ebbe az irányba elindulni, és ilyen értelemben mondtam, hogy ez egy paradigmaváltó megoldás csomag, egy első megoldás csomag. Köszönöm szépen. Zékárpád Dániel, két perces. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Még egyszer elmondom, az irány tökéletesen jó, ugyanakkor bármiféle hasonló tehertétel, alternatíva nyújtása nélkül lényegében értelmetlen. A úgynevezett Meki jelenséggel kapcsolatban magam csak annyit szoktam mondani, hogy az ördögnek ezer arca van. Ha az ördögnek ezer arca van, akkor a hasonló cégek, társaságok meg fogják találni az útját, módját annak, hogy hasonlóan káros termékekkel, akár más piaci szegmensekbe betörve, ugyanilyen károkat okozzanak. Ennek következtében mi, törvényhozók, mindig csak egy lekövető magatartást tudunk tanúsítani, ami nem lehet feltétlenül alternatíva, hogyha lenne más út is. Erre a legjobb példa az iskolai büfék esete. Jelen pillanatban önök megpróbálnak egy tudatos áthárítással fogyasztókat másfajta döntésekre kényszeríteni. Ugyanakkor 0 forintba kerülne az, hogy például az iskolai büfékből, étkezdékből kitiltsák a szemetet, ami nem történt meg. Kíváncsi lennék a válaszra, hogy miért nem történt meg. Az áthárítás önmagában egy olyan plusz tehertételt jelent a fogyasztók, vásárlók, magyar polgárok zsebére nézve, amivel szemben nem kapnak alternatívát. Én el tudnám ezt fogadni, hogyha alternatívaként kapnának egy magyar bolthálózatot tisztességes, minőségű és árutermékekkel, tehát nem szeméttel, ha egy valódi szociális bolthálózat mellett létrejönne egy magyar étkezdéknek a hálózata is, hogy az úgynevezett Mekik mellett be lehessen térni egy olyan helyre is, ahol garantáltan jó minőségű terméket kapunk, ahol én a készpénz kifizetéseim által magyar gazdákat, magyar termelőket támogatok, a magyar anyaföldön való megmaradást támogatom, hiszen ne felejtsük el, ez legalább olyan fontos a termékek vásárlása során, ne idegennek teremjen a magyar föld, hanem nekünk maradjon meg, viszont nem látjuk az alternatívák rendszerét. Látunk ködös ígéreteket, amelyek a jövőben megvalósulnak, vagy nem, ugyanúgy, ahogy a 20 milliárd forintos elkülönítés, vagy az egészségügybe kerül, vagy nem. Engedtessék meg, hogy a fenntartásainknak hangot adjunk, hiszen a nemzeti ellenzéknek ez a feladata, ugyanakkor teljesen nyitottak vagyunk afelé, hogy cselekvéssel nyugtassanak meg minket, és ne szép szavakkal. Köszönöm a figyelmet. Göndör István képviselő következik normál hozzászólással. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, államtitkár úr, képviselőtársaim. Sok dolgot már nem fogok megismételni, de néhány dolgot muszáj elmondanom, mint ahogy államtitkár úr is feltételezte, hogy én nem olvastam a törvényjavaslatot, csak 2 perc ahhoz kevés volt, hogy ennek az áfa összefüggéseit is elmondjam. De az első, és engedjék meg, hogy
pikírt, de én nem teszek le arról, hogy a tükröt állandóan az önök arc elé tartsam. Hányszor mondták el az előző időszakban, hogy a szocialista kormány új adót vezetett be és adót emelt? Itt én csak az ökoadót mondanám, ami az államtitkár úrék körébe tartozik, aminek a filozófiája akkor éppen az volt, hogy fizessen az, aki a környezetet terheli, és ennek a mindenféle járulékos dolgát. Akkor önök ez ellen kézzel, lábbal tiltakoztak. Hogy miért mondtam azt az előbb, hogy adóbehajtás? Tisztelt képviselőtársaim, ha ez nem adóbehajtás lenne, akkor adtak volna időt arra, hogy ezt megtárgyaljuk. Tényleg csináljunk belőle egy olyan törvényjavaslatot, ami megfelel annak a célnak, amit én az előző két percesben is azt mondtam, hogy meg vagyok győződve, hogy a Patkó teljes egészében egyetért abba, azzal az irányjal, amerre menni akarnak az előterjesztők, csak éppen a megoldás nem jó. Én megmondom, miért rohannak úgy, hogy ma általános vita, holnap részletes vita. Képviselőtársaim, az adózás rendjéről szóló törvényben benne van, hogy 45 nappal az adó bevezetése előtt ki kell hirdetni. Ezt az adót 15-ig csak úgy lehet kihirdetni, júli 15-ig, hogy szeptember 1-én bevezethető legyen, hogy ilyen sürgős tárgyalást kell lebonyolítani. Tehát nem is kívántak velünk erről tárgyalni, ebben teljesen igaza van Zél Kárpát Dánielnek, hogy csak elénk tettek valamit, és átkergetik rajtunk, bábfigurának tekintenek bennünket. Szeretnék visszatérni az áfa kérdésre, és pont ezért mondom azt államtitkár úrnak is, meg az előterjesztőknek is, hogy éppen azért, mert az adózás rendjében eléggé otthonosan jártam hosszú ideig, és aki kicsit is foglalkozott adóval, az tudja, hogy a legtöbb gond az áfánál a körbeutaztatás, a körbejáratás, az export-import dolgokkal való visszaélés. Milliárdokat csaltak így el a magyar költségvetésből, az adóból, és itt most ez a törvényjavaslat pont ennek, ugyanebbe az utcába tereli be ezt a termékgyártókört, mert meg lehet utaztatni, lehet behozni, és a nagykereskedőn, az importőrön keresztül, tehát nem akarom itt hosszasan elmagyarázni, hiszem, hogy önök is értik ezt. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a fekete gazdaság irányába terel vállalkozásokat, akkor ezért tesszük, mert tudjuk azt, hogy mi minden történt az áfa törvény égisze alatt. És itt most az export-import kérdés ugyanígy lesz. A következő, amiről beszéltem korábban is, tehát képviselőtársaim, tényleg nincs alternatíva, nincs hova, nincs hely, ahova terelik a fogyasztót. Úgy, ahogy Gőgös Zoltán elmondta, az, hogy néhány forinttal megemelik például a kóla árát, ki fogja fizetni, mert nincs helyette másik. Nem kínáltunk helyette semmit. Még azt sem mondtuk, hogy esetleg ez a termék egy picit olcsóbb lesz, azt mondjuk, ezt meg majd legközelebb még tovább emelem, mert ezen az úton nincs megállás, és majd rákényszerítelek arra, hogy ezt így kell tenni. De a gazdaságtalan kérdésre. A gazdaságtalan kérdés, államtitkár úr, az sem állja meg úgy a helyét azért, ahogyan elmondta, pont az előbbi ok miatt, mert ezt az adót áthárítják, megfizetetik, legfeljebb csökken egy kicsit a profitjuk, de megpróbálják, legalábbis kísérletet tesznek rá, hogy ezt megtegyék. Nem ismétlem meg a cégnevet, mert nem akarok reklámot, nem látom már itt képviselőtársamat, aki a szememre hányta, és azt mondta, ő is olvasta a levelet. Én bízom be, ja itt van Zsolt, bocsánat. Szóval azért fél ez a cég, és mondtam, hogy én közvetlenül ismertem a cégnek az elődjét, meg a munkavállalókat, ez a cég már megélte azt, hogy a profilváltáskor meg kellett válni a munkavállalóinak 50%-ától, és mit kellett tennie azért, hogy újra a piacon legyen, és neve legyen a piacon. Ez technológiában, új fejlesztésekben, és nem épületben, hanem gépben, és hihetetlen nagy szellemi tőkével, és hatalmas marketinggel lehetett
amit lépésről lépésre kisbolttól, hogy ma már az ország minden területén vásárolható legyen. Tehát ezért mondom azt, hogy esélyt sem kívántak adni azoknak a termelőknek, akik a piacon akarnak maradni, és mondjuk azt, vagy jó hiszeműen legalább tételezzük fel azt, hogy ők elfogadják ezt az irányt, amit mi akarunk, de hogy tegyenek érte valamit, az a 45 nap erre kevés. És nem akarom tovább ragozni, ezek a cégek általában a kis és közepes vállalati kategóriába tartoznak, ezt előttem sokan elmondták, ezért csak idézőjelbe teszem, bizony a tőkeellátottság. Ebben a házban több mint egy évtizede beszélünk erről, és így úgy kiki próbált valamit ebben tenni, de igazán átütő eredményt nem sikerült elérni. A fogyasztói szokásokról. Elfogadom azt, amit mondott a doktornő, mert én magam is tettem kísérletet, és éveken keresztül táboroztam gyerekekkel úgynevezett nomád táborba, és tudom, hogy elviseli két héten keresztül, hogy nincs chips, nincs rágó, nincs semmi, de még televízió sincs, és jól érzik magukat, és még bizonyos kor után érdeklődést is mutatnak a konyha művészet iránt, de ehhez én hozzátenném, tessék végig gondolni, az a hajszolt életvitel, amiben most benne vannak benne van a társadalomnak széles rétege, Szűcs Erika egy másik napirend keretében mondta, hogy 37%-nál nagyobb az a szám, aki létminimum alatt él. Tehát rohan, munkát keres, munkahelyet keres, másodállást keres, és mit csinál? Ebből lesz megint csak az, amit mondott a képviselő úr, hogy pénzt ad a gyereknek, vegyél valamit, és a gyerek mit tesz? Azt, ami neki tetszik. Chips és más egyebek. De hadd tegyek hozzá egy másikat, ami nyilván a mi korosztályunknak teljesen idegen volt. Ma nem lehet beülni egy moziba, hogy egy filmet valaki megnézzen, mert a mozi hangos a kólás böfögéstől, meg a patogatott, a sós, meglehetősen sós patogatott kukorica ropogtatástól. Tehát tessék csak belegondolni, szóval ez az a só, ami ellen azt gondolom, hogy küzdeni kell, ezért én elfogadom, hogy a különböző chipszek is ebbe a körbe beleesnek, de nem fogjuk tudni. Úgy érzem, hogy nem tudjuk megváltoztatni, és a hamburger adót említette Z. Kárpát Dániel, én hadd tegyek ehhez hozzá egy pici lépést. Az a nagy mamut cég meg tudja tenni azt, hogy hatalmas reklámfogásokkal, óvodás korúaknak szülinapi partit és egyebeket hajlandó megrendezni, csak azért, hogy a gyerekeket behívja, beetesse, egyszer megpróbálják, és ettől kezdve a szülő nem tud mit csinálni. És ezek a cukorkák ugyanazok, hogy a gyerek ott fog állni, ott fog sírni, és a szülő nem tud mit csinálni. Előbb-utóbb csak megvásárolja, mert helyette nincs más. Ezért én a befejezésül még egyszer azt kérném az előterjesztőktől, tényleg nem fogunk rossz szót mondani, ne gondoljanak arra, hogy ez presztízsveszteség, ha ezt most levennék napirendről. De tényleg próbáljunk meg egy olyan törvényjavaslatot alkotni, amire azt mondjuk, hogy 2012. január 1-én lép hatályba. Ilyen meg, még azt is mondhatjuk, hogy, mint ahogy előbb mondtam, hogy milyen lesz a további kimenete, milyen életgörbéje lesz ennek a típusú népegészségügyi adónak, de kínáljunk hozzá megoldásokat, és nem tudom már ki, de Jobbikos képviselőtársam beszélt arról, hogy adalékanyagok. Igen, például gondolok erre is, hogy lehetne azt mondani, hogy bizony a tiszta kakaóanyag x százaléka elvárt a minőségnél, ahol esetleg adómentességet lehet kapni. Na most ilyen nincs a törvényjavaslatban. Tehát azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kellene fontolni. A másik, hogy a különböző megint csak csoki bevonatú gyümölcsök. Tehát ott is, ha azt mondjuk, hogy ez jó százalékban kakaóval bevont valami, akkor ez egy irány. Mert akkor helyette aszalt gyümölcsöt kínáltunk, úgy, amiről annyit beszéltünk, hogy magyar termék,
mert ez már elindult, tehát ezt lehet látni a magyar piacon, lehet kapni egyre több aszalt terméket, és én magam is fogyasztója vagyok, látom, hogy fogy, tehát időnként hiányzik. Na most ezt is, ezek a kicsi üzemek már észrevették, hogy ha erre még egy csokimászt húznak, lehet többet kérni érte, tehát nagyobb a hozzáadott érték. De ez az, amit én szeretnék, ez az, amit kérek, hogy adjunk esélyt arra, hogy átállítsanak technológiákat, mert én annál szörnyűbbet nem tudok elképzelni, mint amikor egy tulajdonos mondjuk indulatból azt mondja, hogy ha ti így, akkor én úgy, és egyszerűbb azt mondani, hogy elbocsátok 50-100 embert, és nincs gondom, nincs többlet adminisztrációm, nincs problémám. Mert azért senki nem beszélt róla, akik a számvitelbe járatosak, azok tudják, hogy attól kezdve, hogy ez adóalappá vált, ennek a nyilvántartása nem egyszerű dolog. A másik, hogy évközben van. Ma már legtöbb cégnél az informatika modern technológiát használják erre a célra, ehhez egy szoftverfejlesztést minimum végre kell hajtani. Tehát abba a 45 napba, amit önök adtak, még ennek is bele kellene férni. Tehát nem ragozom tovább, én köszönöm szépen a szót, én tisztelettel kérem, hogy gondolják végig, mert azt gondolom, hogy nem javul ezzel a versenyhelyzete a magyar vállalkozásoknak, és tényleg a fekete gazdaságot fogja így erősíteni, amellett, hogy fönntartom azt az álláspontomat, hogy ez a megoldás így, ez nem más, mint adóbehajtás. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 2 perces Zékárpád Dániel képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Újabb fontos gondolatok ébredtek bennünk az úgynevezett beeltetéssel kapcsolatban, melynek értelmében a multinacionális tőke mögött valóban áll annyi erő, hogy hasonló folyamatokkal magához csábítsa, édesgesse a fogyasztókat, vásárlókat, ugyanakkor a magyar kis- és középvállalkozóknak erre nincsen lehetőségük. A törvényjavaslat egyik további hiányosság, amit mindenképpen korrigálásra szorul, az az, hogy nem vonatkozik például a kokáért az ajándékként adott vagy produkált élelmiszeripari szemétre, tehát egy egyszerű példával élve, egy menü értékesítése esetén nem tér ki mondjuk arra a Coca-Colára, amit ajándékba adtak, miközben ha ezt a terméket Dunaharasztiban legyártják, akkor adó kötelessé válik, tehát fizetni kell utána. Ezért mindenképpen a termék bemutatókhoz hasonló szabályozást igényelne ez a kérdéskör is, azt illetően, hogy az ajándékba adott vagy bemutatókon produkált termék az szintén tartozzon jóváírási kötelezettség alá, ez is tartozzon akkor ezen tehertétel adózási forma hatája alá, ne legyen lehetősége pusztán a tőkeereje, pusztán a marketing technikája által egyetlen tőkés társaságnak se arra nézve, hogy az egészséges és tisztességesen előállított magyar terméket kiszorítsa a piacról. Köszönöm a figyelmet. Genes Géza képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr, és szeretném megkérni arra, hogyha beszéd közben elaludnék, nyugodtan csöggessen rám. Lehet, hogy én is alszom majd önnel együtt, úgyhogy... Nekem nincs csöngye. A törvénytervezetben, amennyiben természetesen az előterjesztők bevallása szerint nem elsősorban az adóbevételek növelése az elsődleges cél, hanem a népegészségügyi helyzet javítása. Hát két közellenséget neveztek meg, a cukrot és a sót. Az egészséges táplálkozásban persze több közellenség is van, meg is egyeztünk, hogy ez egy első lépés, és aztán majd kiterjesztjük erre meg arra. Csak az a kérdés, hogy ez az eszköz, és ilyen módon, mert mondom, a céllal egyet lehet érteni, ezt már több ellenzéki képviselő is elmondta, de hogy vajon ez az eszköz, amit most a kormányzat alkalmaz, érthető a logikája, de mégis valóban elégséges, vagy elegendő lesz ez az eszköz, ez itt a nagy kérdés. Vajon azzal, hogy az adóformációval vagy formával az élelmiszeripart most megkínálják, illetve sújtani fogják,
Ez egy elég lassú folyamat ahhoz, hogy megváltozzon az élelmiszergyártóknak a hozzáállása, és az egészségtelen táplálékkal szemben alternatív módon egy egészséges táplálékot kezdjenek gyártani. Pedig ez lenne a fontos kérdés, ugyanis a fogyasztóknak a fogyasztási szokásai, azok elég lassan változnak, és megmondom őszintén, a fogyasztók azt eszik, amit az élelmiszeripar az asztalukra letesz. Igen, nehezen változnak ezek a szokások, mert hát ugye a különböző médiákban is, ugye, televízióban, hirdetésekben is, hát megkapják azokat az instrukciókat, hogy mit tegyenek, mit ne egyenek, elsősorban mit tegyenek, és hogy ezek, amit kapnak így ezekből a híreszközökből, ez mennyire egészséges vagy egészségtelen. Nem ezek a szempontok természetesen, hogy azt hirdessük, ami egészséges. Természetesen csak úgy lehetne ezt a folyamatot felgyorsítani, mert mondom, ez egy elég lassú folyamat, így megváltoztatni a fogyasztási szokásokat,